Jó napot kívánok, ez a napról szóló előadásom második része. Tehát a napban nem égés történik, hanem néhány atommag egyesül egy atommaggá, tehát sokkal bonyolultabb mag lesz, mint azok a kis magok, amelyekből egyesült. Tehát ott semmilyen vegyi anyag nem oxidálódik egy másik vegyi anyag segítségével. Nézzük, mit jelent az, hogy az atommagok egyesülnek. Mondjuk van egy hidrogénatom, és van még egy hidrogénatom. Ha csak egyszerűen összetesszük őket, akkor a vegyi kapcsolataik lévén kapcsolódnak, és akkor egy hidrogén molekula lesz belőlük, feltételesen persze csak. Ezt úgy hívjuk, hogy H2, tehát H1, ebből lesz a H2. Amikor a termonukleáris reakció végbe megy, akkor mi történik? Akkor ez a kapcsolat szétszakad, ebből hatalmas nagy energiamennyiség keletkezik. Megjelenik a fény kvantumja, és ez a két szétszakadt atomot újra egyesíti. Ezt az új struktúrát, mivel a fény kvantumja is ott van, már héliumatomnak, egy darab héliumatomnak hívjuk, mert így egyesült, ez már egy darab héliumatomnak hívjuk, nem pedig két hidrogénatomnak. Vagyis a két strukturális elem ugyanolyan, csak most már nem így strukturálódnak, hanem így, másképpen, ezért ezt már héliumatomnak hívjuk. Másfajta geometrikus és strukturális szabályok szerint kötődnek össze. Tehát ezért ezt a valamit már héliumatomnak hívják. Tehát ott semmi nem ég, a meleget, a fényt, a termonukleáris reakció adja. Tehát abban nem ég semmi. A meleg egy része fény alakjába jelenik meg, amely egyrészt befelé sugárzik a napba, másrészt meg kifelé is. Miközben a termonukleáris reakciók sorozatát hívja elő ez a fény. Ezért amikor azt mondják, hogy a napban valami ég, és abból jön ki a fény, ez teljes mellébeszélés. Ezt úgy kellene mondani, hogy amikor a termonukleáris reakció, amelyben a hidrogén részt vesz, annak vége lesz, és majd ez az egész nap héliummá válik, akkor a nap már a héliumatomokat fogja felhasználni. Tehát látjuk, hogy a napban nem még semmi, hanem a termonukleáris reakciók miatt bocsát ki hőt és fényt. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak, mert akkor a legközelebbi gyorsabban megkapják. Viszontlátásra!